Lackfi János Őszinte megbánás című prózáját adta elő az Óbecsei Horváth Kinga találkozón. A verset felkészítő tanára ajánlotta számára. Általában ő ajánl verseket, és akkor én kiválasztom, de általában tudja, hogy milyen verseket szeretek, úgyhogy mindig pontosan tudja, hogy milyen vers kell nekem, és ajánl néhány verset, és én abból választok. Kautsky Dallos Máté Züfec című szövegkönyvének egy részletét tolmácsolta az Óbecsei Bagyi Natália. Egyrészt azért, mert én is készülök színművészeti akadémiára. Ugye most már elkezdtem a felvételire is komolyan készülgetni, és közel érzem magamhoz ezt a szöveget, épp ezért is. Az öttagú zsűri több szempontot vett figyelembe a szavalók minősítése folyamán. Egyebek között azt, hogy hogyan sikerült a szavalónak a vers értelmét átadnia, annak hangulatát tolmácsolnia, de a művészi megjelenítést, a szép magyar beszédet és a versválasztást is pontozták. Volt most olyan versmondó, ahol letettem a tollat, nem jegyzeteltem, csak figyeltem és hallgattam és hatott. Több ilyen volt természetesen, de azt gondolom, hogy az ember átadja a költészetnek magát, a versmondónak, megpróbál azonosulni vele, megpróbál versben gondolkodni, és akkor a végén dönt. A Dudás Kálmán Nemzeti Vers és Prózamondó találkozóra idén csak nem 60 versmondó érkezett és vett részt a megmérettetésben.